Sziasztok, Magyar Dániel vagyok. Barcelonában jelentkezem az MVC-ről 2014-ben. Az előttem látható termék a Sonynak a Z2 táblagéphez kiadott kis kiegészítő távirányító, amely BRH10 névre hallgat. Még nem kapható a piacon, egy teszt termékről van szó, de elméletileg hozzá lesz majd kapható kis tartozék. Egy olyan távirányító van szó egyébként, ami majd valószínűleg csatlakoztatható lesz például a Z2 telefonhoz, vagy az előttem látható Z1 kompakthoz is. Mindjárt le is teszteljük, hogy ezt csatlakoztathatjuk-e. Előtte azonban megnézzük, hogy milyen csatlakozók, illetve milyen gombok vannak rajta. Ha körbeforgatom, remélem, hogy látható a fókusz alapján, mert elég rosszul fókuszál a kamerám. Itt a készülék bal is, ez az eszköz bal oldalán található egy USB konnektor, egy USB csatlakozó. Van rajta egy bekapcsoló gomb, a tetején semmit nem találunk, egy nagyon egyszerű, könnyű műanyag vázba helyezték el, tényleg egyszerű kezelni magát a készüléket és könnyű kézben tartani, egy kis termékről van szó. A jobb oldalán található egy mikrofon, illetve egy hangerő szabályzó, ez itt található a bal kezemnél most jelenleg, a hülyeik ujjamnál. Az alján pedig itt látható, egy ilyen kis nyakba akasztó helyet csináltak, hogy pánttal fel lehessen tenni akár nyakba is. A készülék elején pedig, most látszanak is a gombok szépen, itt található alul egy Sony logó, illetve egy felvevő gomb, tehát ezzel fel tudjátok venni akár a telefonhívásokat is, egyszerűen itt így tartva a fületekhez az eszközt, tudtok vele telefonálni. Itt található lent egy monitorgomb, nem tudom, ez mire funkcionál, mindjárt megnézzük, hogyha csatlakoztatom a készüléket, mit fog vele tenni. Ahogy mondtam, prototípusról van szó, tehát mi se tudjuk teljesen a funkcióját még. Itt egy hangerőszabályzó, fel, illetve le, egy home gomb, egy visszagomb, illetve itt vannak a kurzor gombok. Itt lehet ugye bárhova lépkedni, például majd a telefonba elméletileg, illetve rábökni vagy rámenni a középső gombbal, kiválasztani az adott applikációt, vagy az adott futatni kívánt alkalmazást. Nézzük azt, hogy csatlakozik ez NFC-n, illetve Bluetooth-on keresztül. Megpróbálom bekapcsolni az eszközt. Ez elméletileg hosszan kell nyomni. Egyébként ami extra benne, oké, sikerült is bekapcsolni, mert világít a kis ledecskénk. Reméljük. Még egyszer megnyomom, letesztel. Még egyszer szerintem hosszan. Már az is lehet, hogy lemerült egyébként, mert annyit használták, nem királyság bekapcsolt. Oké, funkcionál. Megpróbáljuk NFC-n keresztül csatlakozni az előttem látható Sony Z1 kompakthoz. Őszinte leszek, nem sűrűn használok Sony telefont, úgyhogy, de ahogy látom, be van kapcsolva rajta az NFC. Remek, párosítsuk. Remek, itt ki is írja, hogy párosítani szeretném a készülékkel, pairing with BRH10, ahogy mondtam. Nagyon kis egyszerű készülék, és ő is egyébként vízálló, már csatlakozik is, ő is egyébként vízálló, tehát ez a BRH10-es is egy vízálló távirányító, IP57-es minősítéssel. Na, remek, hát most nem engedte, hogy csatlakoztassam, még egyszer megpróbáljuk, ha nem sikerül egyébként, akkor lehet, hogy idehozunk egy táblagépet és megpróbáljuk vele. Az NFC folyamatosan rezeg most, az NFC miatt, vagy a párosítás miatt, de nem engedi párosítani. Ahogy nézem, most megint próbálja csatlakoztatni az eszközt. A Bluetooth-unk be van kapcsolva, az ott látszik is fönt, hogyha remélem látjátok. Most elméletileg csatlakoztatva van, reméljük. Nem, még mindig nem, még mindig azt írja, hogy egy csatlakozás. Valami hiba lépett fel. Nem reagál a készülékünk, tehát valószínűleg nem sikerül csatlakoztatni az eszközt. Ugye megpróbálok a menübe lépni, és hát ha úgy a home gombbal visszabírok lépni például. Rezeg egyébként maga a távirányító, tehát nem, mintha csatlakoztatva lenne, de nem enged sehova se lépkedni benne, illetve nem reagál a készülékünk a távirányító. Ahogy mondtam, ez prototípus egyébként.
összességében nekem nagyon szimpatikus. Itt van alul még egyébként, amit kifelejtettem, egy hangszóró, illetve itt még a másik oldalon a mikrofon, tehát ezzel lehetne igazából telefonálni. Szerintem ez egy jó kezdeményezés a Sonytól, elég hasznos kis funkció, nem kell elővenned például csörög a telefonot, csak ezt a nyakadból például leakasztani és gyorsan telefonálni vele, tehát nem kell a készüléket vagy a telefonkészüléket elővenni ahhoz, hogy telefonáljunk. Hát a Zoom az már elesett a Samsung NX 2000-es készülékemből, amiről éppen felvételt készítek, de ez volt a rövid bemutatója, remélem, hogy majd most látni fogjátok, hogyha csak az egyik kezemet rakom oda, és megtalálja a Zoomot végre a készülék. Ez volt a rövid bemutatója a BRH10-es prototípus távirányítónak, ami a Z2-höz készült. Köszönöm, hogy minket néztetek, én Magyar Dániel voltam.